A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy sportoló, hiszen nem lehet kétséges, és pontosan ezért folytatjuk azokat a beszélgetéseket, amelyekben az egykori és a jelen és a jövő kiváló sportolóit mutatjuk be, hogy Székesfehérvár sportváros. Nagyon sok örömet, dicsőséget szereztek a királyi városnak. Így aztán örömünkre szolgál, hogy esztendőről esztendőre, ha úgy tetszik, hónapról hónapra új, fantasztikus sportegyéniségeket mutathatunk be. És most itt van velem Fekete Gergely karatés. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözöllek. Aki idestova évek óta fantasztikus eredményekkel kápráztat el bennünket. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan új sportágat mutassunk be a te eredményeiden keresztül, ami megerősíti bennünk azt az elvet, hogy valóban sportváros vagyunk. Induljunk el onnét, hogy már beszámoltunk róla a híradóban, Cserpakovics András polgármester fogadta édesanyádat, aki a klub edzője, illetve létrehozója, illetve a mesteredet is, Stefanovics Józsefet, ami egy fontos pillanat volt, mert hogy pont ott játékosan arról beszéltünk, hogy az elmúlt évben gyakorlatilag napra pontosan ugyanúgy egy Európa-bajnokság után találkozhattatok, ahol szintén bronzérmet szereztél. Ahhoz azonban, hogy elinduljunk, tudnunk kell, hogy miként választ egy ifjú magának sportágat. Hiszen én azt hiszem, hogy a küzdősportok nagyon-nagyon fontosak, és Székesfehérváron ilyen értelemben olyan nagyon mély múltja nincsen a karaténak. Aztán lám-lám, most itt vagy a reflektorfényben, és teljesen jogosan, hiszen kiérdemelted. Szerintem manapság egy fiatal, én is amikor elkezdtem a sportot, akkor hát általános iskolás voltam, és már szerintem egyébként óvodában valahogy megszületik a gyerekekben, hogy valamilyen sportágat elkezdenek űzni. És én is több mindennel próbálkoztam, fociztam is a legelején, és végül a karatét azt második osztályos koromban találtam meg. Nekem kicsit segítségemre volt édesanyám, ugyanis ő indította az első karate csapatot pont az iskolámban. Így nekem evidens volt, hogy elmegyek és megnézem azt, hogy milyen ez a sportág, amiben ő egyébként már jó pár éve akkor is benne volt, ő is versenyzett régebben, úgyhogy így nem állt tőlem messze, de én magam nem gyakoroltam. És hát több osztálytársammal is kipróbáltuk, és aztán végül is én hosszú távon is ott maradtam ebben a sportban, ugyanis fociztam mellette, abban annyira nem éreztem magam sikeresnek, úgyhogy így a több sportág kipróbálásával végül is ez volt, ami megragadt nekem. De kisgyerekként nagyon fontos volt, hogy mozogjak. Nagyon fontos volt egy sport, amit csinálok szabadidőmben, mert a mozgás fontos. Tehát a Katane Karate és Szabadidősport Egyesületnek ilyen értelemben is nagyon sokat köszönhetünk, és nem csak azért, mert hogy édesanyád ott a vezetőedző, hanem azért is, mert sok fiatalt tanít meg egy másféle mozgásformára. Mi tetszett meg a karatéban? Most mondhatnám azt, hogy kicsit rossz megfogalmazás talán az erőszakosság, mert hogy egyáltalán nem egy erőszakos sportról beszélünk, de ez a fizikai érintkezés kicsit az, hogy a másikkal nem egy labdajátékról van szó, hanem az, hogy mozdulatokat, technikákat, akár földharcot tudunk gyakorolni a másikkal. Ez így nagyon vonzó volt nekem. Maga az, hogy üthetek, rúghatok, ezzel úgy gondoltam, hogy így kiélem azt, az énemet is, amit a hétköznapokban akár kevésbé. Ha visszatekintesz, akkor melyek voltak azok a lépcsőfokok, amelyek fontosak voltak számodra? Hiszen egy töpörtyű fiatal elindul egy úton, és azért tudjuk, hogy ott vannak azért gátak, és amiket meg kell oldani, tovább lépni, és ehhez kell tehetség, és mindenek előtt szorgalom, mondom én. A versenyeket mindenképpen kiemelném, ugyanis nyilván amikor elkezdtem, akkor még csak az alapkarate technikákat gyakoroltam, és utána elkezdtem
a versenyzést, megmutatták, hogy ez is létezik, a küzdelembe és egyébként formagyakorlatban is lehet versenyezni, és ez olyan új dolgokat nyitott meg előttem, ahol láttam, hogy igen, ezt itt mások ellen tudok harcba szállni, meg tudom mutatni, hogy másokhoz képest hol tudok elhelyezkedni, és ez nagyon tetszett számomra, hogy nem csak magamnak gyakorlok, hanem meg tudom mutatni valahol, hogy akár jobb vagyok egy rangsor szerint, mint a többiek. Ez így fontos lépés volt számomra, és ugyanígy az öffokozatok szerzése is, szóval a karatén belül van egy hierarchikus rendszer, ahol vizsgákat teszünk le különböző öffokozatokra, és így lehet fejlődni. Így a karatén belül a folyamatos fejlődést látom magam előtt, hogy nem látok egy végpontot neki, hogy mikor van vége a pályafutásomnak, hanem mindig valami újdonságot fedezek fel magában a sportágban, ami segít bentartani a rendszerben is. Mi a folyamatos fejlődés záloga? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez több ezer éves mozgásforma. A bölcsőtől, ugye Japántól, és így tovább. Hát szerintem maga az önfejlesztés, ami a kulcs, és kicsit az, hogy önmagunkkal valójában sosem lehetünk megelégedettek, bármennyire is gondoljuk azt, és szerintem ez a jó út, hogyha mindig önmagunkat próbáljuk egy szinttel feljebb vinni, és nem mondjuk azt, hogy megelégszünk a jelenlegi állapotunkkal. És a karate ebben nagyon jó, hogy azokon kívül, hogy megvannak alap mozgáspanelek, amiket meg tudunk tanulni más mesterektől, a saját módunkra tudjuk formálni a sportágat, és saját irányvonalakat és elképzeléseket tudunk alkotni, amit aztán mi adunk át a saját tanítványainknak. Melyik volt a kulcspillanat a pályafutásodban gyermekként? Volt olyan, hogy elveszítetted a kedved, vagy ez mindig megmaradt, hiszen az elszántság az rendkívül fontos, és ha valaki tudatosan készül, akkor nyilván annak eredménye is van. Volt ilyen pillanat, amikor voltak megingásaim, ez főleg a versenyeken adódott abból, hogy nem nyertem. Ez sokszor egy kudarc élmény tud lenni, ugyanis valaki már gyerekként is készül egy nagy megméretetésre, és utána akár az első mérkőzésben nálunk akár másfél perc elég ahhoz, hogy kiessen valaki egy versenyen, és ott vége. Tehát nincsen második esély. Ez engem is rosszul érintett, volt ilyen helyzet, és mielőtt még nem a full contact karatéba versenyeztem, hanem volt rajtunk egy úgynevezett testpajzs, amikor még kicsik voltunk, akkor kicsit más a szabályrendszer, akkor pontokat kell elérni a másikon. Ebbe kevésbé tudtam érvényesülni, ugyanis voltak, akik ügyesebbek voltak nálam, vagy jobban végezték a technikákat, és ez ilyen kicsit kudarcélmény volt nekem, hogy ebbe a szabályrendszerben nem tudtam érvényesülni, és amikor lekerült rólam a pajzs, nagyobb lettem, akkor szintén rátértünk a full contact karatére, ott már volt combrugás is például, és abban sokkal jobb voltam, ott éreztem, hogy ez az enyém. De előtte ezek a verességek, ezek mindig kicsit pofonként értek meg. Tehát tanulságokból szolgáltak, amiből tanultál nyilvánvaló. Igen. Kik voltak a mestereid? Kivel kezdted, aki meggyőzött arról, hogy neked itt a helyed? Először, ahogy mondtam, édesanyám, Mátó Katalin volt, ahol elkezdtem, utána a társedzőhöz, Bőke Bélához mentem át, és ők együtt vitték tovább így az egyesületi munkát, és igazából itt én náluk ilyen közös munka révén fejlődtem sokat, valamint más szövetségektől, szervezetektől is mesterekhez mentünk szemináriumokra tanulni, és az inspirált, amikor olyan nagyobb embereket, akár versenyzőknek az edzésén, szemináriumán vettem részt, akik már eredményt értek el a sportágban, akkor az mindig inspirált egy kicsit, hogy nekem is olyannak kell lennem, mint ők. Amikor elmentem egy magyar bajnokságra még kicsiként, és láttam azt, hogy a nagyobbak hogyan versenyeznek, hogy egyszer én is ott állhatok majd a tatamin, és mint a nagy felnőtt versenyzők, ott akár én is lehetek az első. Ugye ez egy folyamat nyilvánvaló. Hogy lehet azokat a technikákat elsajátítani, amelyek már egy magasabb szintre visznek? Hiszen nyilván ez nem egyik pillanatra a másikra történik. Fontos ebben a tekintetben az edző, hogy segítsen egyfajta utat mutatni, amikor én magam úgy érzem, hogy akár nincs hova tovább fejlődnöm, nem megy egy technika még mindig, akkor kicsit új irányvonalakat megmutasson, más gyakorlatokat kezdjünk el gyakorolni. Itt is a karatéban is, nem csak karatét gyakorlunk, nagyon sokrétű az edzésprogramunk, és én most is súlyzózok,
kardiósabb edzések, futások is vannak, úgyhogy nem csak a karate mozgásról szól ez a sportág, hanem az összes képességünket, ami gyakorlatilag van, azt össze kell gyúrni egybe, mint mondjuk a futás, hogy aztán én ezt a karate mozgásba tudjam kamatoztatni. Ez egy folyamat, ugye erről beszéltünk, de volt egy pillanat, amikor már tudtad, hogy kellően tehetséges és elszánt vagy ahhoz, hogy komoly eredményeid legyenek? Tehát egyik oldalról a hazai bajnokságban, másrészt pedig, ha kitekintve, akkor nyilván már az is kiderült, hogy nemzetközi szinten is lesz majd keresni valód. Még kisebbként, talán serdülő kategóriában indultam, amikor megnyertem az első versenyemet. Szerintem ekkortól kezdtem el én is elhinni, hogy nekem tényleg van keresnivalóm ebben a szakmában, és jó lehetek, jobb lehetek, mint a többiek. És utána szépen fokozatosan egyre nagyobb és nagyobb versenyeken indultam, ahol pedig elégedett voltam a teljesítményemmel bőven. Itt is voltak első helyi, második, harmadik helyek is bőven, tehát rengeteg versenyen indultam, sok kudarc élménnyel is, de hogy ez amikor nyertem, az mindig előre vitt egy kicsit, az megmutatta, hogy ha elindulok egy nagyobb versenyen, ott is sikeresen szerepelhetek, mert az előző is jól sikerült. Mindig akkor a küzdelem volt az erényed? Persze ez nyilván kézenfogva jár a szakágon belül, de azért ez fontos, hogy mikor derül ki, hogy ez lesz majd a te igazi utad. Indultam formagyakorlatban is. Aztán azt elhanyagoltam azt a vonalat, pont ezért, mert ott sokkal szebb technikákat kell bemutatni. Az egy másfajta versenyzési egyéniség és szellem is kell hozzá, meg én a testalkatomból kifolyólag sem vagyok az a tökéletes, aki a formagyakorlatra termett, ezt így beláttam, ott abban nem voltam olyan sikeres. Egy harmadik helyet elcsíptem egyszer, talán kétszer, de meg abban annyira nem tudtam kiélni magam. Úgy éreztem, hogy a küzdelem az a terület, ahol nem kell, hogy a bírókra bízzam magamat, hanem meg tudom mutatni, hogy én mit tudok a páston. Ugyanis a formagyakorlatban ott 5 bíró ítél, hogy ki csinálja szebben, egy kicsit szubjektívnek nevezhető ez a hozzáállás, és ott nem éreztem, hogy saját teljesítményemet igazán hozzá tudom tenni ehhez a versenyszámhoz. Tehát ideje korán eldőlt az utad. Igen. Ugyanakkor nagyon fontos az a párhuzam, ami az oktatást, az iskolát jellemzi, hiszen nagyon is jól tudjuk, ugye most egyetemre jársz, de ahhoz az kell, hogy valaki egyetemista legyen, hogy előzőleg az általános és a középiskolában is olyan eredményeket érjen el. Ehhez pedig kell nyilván a család. Tehát ez a kettősség folyamatosan meghatározta az életedet? Igen, főleg az iskola, nekem mindig fontos volt az iskola, azt sosem szerettem volna elhanyagolni, és kicsit a személyiségemnek a versengő oldala az itt is kijött, hogy én mindig teljesíteni szerettem volna ott is, és önmagamtól szerettem volna teljesíteni, tehát otthon, családból nem volt ilyen elvárás, hogy jól szerepeljek az iskolában, viszont én magamnak ez nagyon fontos volt, hogy ott is a lehető legjobb eredményeket érjem el, és ez megmaradt végig a tanulmányaim alatt. Tehát a középiskolában már nyilván eldöntötted, hogy igenis neked egyetemen lesz a helyed. De miként választottál ilyen értelemben hivatást? Melyek voltak azok a tárgyak, amelyek figyelemre méltóak voltak számodra? Én mindig egy matematika beállítottságú voltam. Ez volt a kedvenc tantárgyam is az iskolában, és hát a pályaválasztással szerintem, mint sok fiatal társam is, kicsit nehezen voltam, ugyanis nem tudtam egy irányt meghatározni, hogy mi legyen az a pálya, ahol szeretném folytatni a tanulmányaimat, inkább azt szűkítettem le, hogy mi az, ami nem. Tudtam, hogy nem szeretnék orvos lenni, kicsit messze áll tőlem a kémia, plusz az ilyen a fizika, stb. Tárgyak, biológia is, és ugyanez a mérnök vonal sem volt annyira az én irányom, úgy éreztem, úgyhogy így maradt a közgazdaságtan, ami pedig úgy érzem, hogy jó választás volt, mert közel áll hozzám ez a terület. Nagyon-nagyon fontos az egyetemi évek alatt is nyilvánvaló, hogy a felnőtté válás egyik záloga abban az értelemben az egyetem, hogyha valaki azt a szakot választja, ami az álma volt, ha úgy tetszik. Viszont ez a kettőség mennyiben határozza meg az életedet? Hiszen nyilvánvaló, hogy amikor elkezdtek jönni az eredmények,
már pedig azok gyorsan megtörtént, hiszen a korosztályos versenyeken is arattál rengeteg sok sikert, ehhez nagyon sokat kell edzeni, ahhoz viszont, hogy az egyetemre bekerülj, ahhoz azért nagyon sokat kellett tanulni, és most is ez a kettő határozza meg az életedet. Melyik volt az a kulcs pillanat számodra? Ugye nyilván megvolt, hogy akkor Corvinusos leszel, hogy hogyan tudtál dönteni, hogy az időbeosztással tudj fejlődni a karatéban, illetve megáld a helyed a Corvinuson is? Ahogy mondtad, ez egy nagyon nehéz kettősség tényleg, hogy hogyan egyeztetem össze a kettőt. Itt az volt nekem a segítség, hogy pont az egyetem mellett van a mostani dozsóm szinte, ahol edzek. Így a távolságot próbáltam áthidalni, hogy a kettőnek a végzése az időben ne legyen messze egymástól. Így össze tudom hangolni a kettőt. Ahogy végzek az egyetemen, szinte egy fél óra is már részt is tudok venni az edzésen. Nyilvánvalóan a többi egyéb teendőre kell ugyanúgy időt szakítanom, de ez egy nagyon szoros időbeosztásnak köszönhetően megoldható. A karatéból kifolyólag pedig sajnos nem egy profi sportágról beszélünk, így megélhetési szinten nem tudok belőle 100%-osan megélni, így mindenképpen szükségem van valami másra, lássuk az egyetemi tevékenységet, és ezért fontos, hogy mind a kettőt megtartsam szintben. Hogy bocsájtottak útjára a szüleid, a csapatod innét Székesfehérvárról, hiszen egyik pillanatra a másikra kellett egy új utat választanod? Az egyik pillanatról a másikra azt nem mondanám pontosan igen, mert azért. Maradtál, tényleg olvastam, igen, hogy továbbra is besegítesz édesanyádnak a klubban, de azért egy másik közegben kellett helytállnod, két igen, másik közegben. És nem is csak erre célzok, hanem arra, hogy már előzőleg kicsit el is volt tervezve, hogy tudtuk, hogy én jövök fel Budapestre, és erre kellően rá tudtunk készülni erre a dologra, hogy máshol fogom folytatni a karriert és a tanulmányokat is, és igazából jó szívvel engedtek el, mert érezték azt, hogy mint ahogy a fiatalok is otthon nem maradhatnak örökké, úgyhogy valahol el kell kezdeni a tényleges felnőtté válást, és nekem ez az egyetem is ilyen volt, hogy ahogy vége a gimnáziumnak, én itt éreztem azt, hogy kicsit el kell szakadnom az otthoni közegből, ki kell próbálnom valami mást, és erre volt nekem jó, meg hát jó is jelenleg is Budapest, hogy egyetemistaként élhetem most az életet, és mellette sportolok. Úgyhogy abszolút támogattak az egyesület is, otthonról is mindenki, és továbbra is szeretettel gondolok így mindenkire, mert támogató közegként engedtek el a mostaniba. Hogy találtatok egymásra a mestereddel, Stefanovics Józseffel? Ismertem korábban, hogy neki sok felnőtt versenyzője volt. A magyar karatén belül talán a legtöbb sikeres felnőtt versenyzővel rendelkező edzőnek mondható ő. Ezt én tudtam régebben is, meg a családom is tudta régebbről, és elmentünk már korábban, mielőtt Pestre jöttem volna, egy közös ilyen válogatott edzésre, ahol én részt vettem, vagy inkább válogatott ilyen hétvégi tábornak nevezném, ahol részt vettünk az edzéseken, ott már beszéltünk így a mesterrel, hogy mik lesznek a további tervek, és már ott lefektettük az alapjait ennek, hogy jönnénk. De mindenképpen megnéztem előtte, hogy milyen lehet vele a közös munka, hogyan képzelném el a jövőmet vele. Tehát nyilván az alapokkal már rendelkeztél, ahhoz azonban, hogy nemzetközi sikereket is elérj, nagyon fontos, hogy új technikákat tanulj, erősödj mentálisan, fizikailag egyaránt. Ez bevált az első pillanattól kezdve, hiszen azt azért nagyon jól tudjuk, hogy te elkötelezett voltál. Itt abszolút bevált. Nekem én úgy érzem, hogy mióta a Victory Klubban vagyok, azóta folyamatos fejlődésen megyek keresztül. Itt nagyon kis megingásokat láttam csak az eddigi, most már 3 éve itt vagyok a klubnál, és hát nem bizonytalanodtam el még abban, hogy milyen versenyeken és hogyan szeretnék részt venni. Úgy érzem, hogy mindig megkapom a kellő segítséget, hogy mibe fejlődjek tovább. Ennek az egyik alapja a folyamatos egyeztetés, hogy mindig beszélünk arról, hogy milyen edzésmunkát
végzek és végezzek, hogyan értékelem a teljesítményemet egy-egy verseny után, mi az a további irányvonal, amit én is gondolok, hogy mibe fejlődnék, és amit ő gondol, hogy mibe kéne fejlődnöm, úgyhogy így a kommunikáció az nagyon fontos, és ez itt megvan. Tehát közöttünk. Fizikálisan fejlődsz, ugye mondod, hogy most is más gyakorlatokat is végzel. Technikailag hogy lehet elérni azt a szintet, ami egy világszint? Technikailag nagyon érdekes, viszonylag sok technikát alkalmazhatunk a versenyeken is, viszont ami igazán fontos egy versenyzőnek, aki sikeres tud lenni ebben a sportágban, elég összesen mondjuk egy vagy kettő technika, amit ő mesteri szinten tud csinálni. Azaz azt jelenti, hogy jobban, mint a többiek a mezőnyből. És ezeket úgymond nem lehet eleget gyakorolni. Folyamatosan mindig egy kicsit csiszolgatni lehet, hogy oda menjen az a rugás, pontosan eltaláljuk, és inkább a taktikai elemek azok, amik kifejezetten fontosak, hogy mi az a szituáció, verseny, közeg, szituáció, amiből én azt el fogom tudni adni azt a technikát a másikon. Tehát az erényt kell kiemelten segíteni folyamatosan. Mik az erényeid? Az, hogy az IQ-d szárnyal, az rendben van, de ez is jó. De a versenyzésen belül? Nekem amit én ki szoktam emelni magamban, az a mentális része a sportágnak, hogy magamban egyszerűen elkötelezett vagyok afelé, amit csinálok, és a koncentrációm az nagyon jó a versenyeken. Hogyha felmegyek a pástra, akkor ki tudok zárni minden külső ingert, és csak arra az egy pontra tudok koncentrálni. Ezt mások úgy is szokták leírni, hogy amikor felmegyek, akkor sokszor az ellenfél szemét nézem folyamatosan, és már ezzel is kicsit nyomást gyakorlok egyébként a másikra, hogy mutatom, hogy én ott vagyok végig a küzdelembe, fókuszálok, engem nem tudnak eltántorítani azzal, hogyha megütnek, meg megrúgnak, mert ugyan fáj, de azt semmi pénzért nem fogom kimutatni itt a tatamin. Tehát nagyon jó vagyok fejben, és ezért így a fájdalomtűrés képességem is nagyon jó, ami meg különösen fontos nálunk ebben a sportágban. Ugye a bemutatáskor említettük, hogy 2021 óta, tehát idestől ez a harmadik esztendő, hogy nem találsz legyőzőre itthon, viszont a nemzetközi megmérettetések ez mit sem számít, valljuk meg. Tehát egy Európa-bajnokságon milyen a mezőny? Hiszen valljuk meg, tegyük hozzá, hogy te rendkívül fiatal vagy ebben az értelemben. Hiszen ugye ez a Dimitrovot már említettük sajnos, ez a negatív név most, aki hát azt nem mondom, hogy bácsikorú, de hát 30-on felül van jócskán. És idősebb, mint az átlag, jóval. Tehát 41 éves, akkor nem szoktak már indulni általában a... De hát ott nyilvánvaló, hogy kifogástalan az erőléte, tehetsége pedig alapvetés. Nos, szóval milyenek a nemzetközi versenyek a hazaihoz képest? Tehát milyen belekóstolni egy Európa-bajnokság milliójébe? Sokkal sűrűbb a mezőny, azt mondanám, és főleg az Európa-bajnokság az azért kifejezetten nehéz, mert kvalifikáció van rá, és mint itthonról is, az első kettő legjobb helyezett megy a magyar bajnokságról, ezt a többi nemzet is ugyanígy kvalifikálódik rá, tehát onnan is a országonként a kettő legjobb versenyző indul el az Európa-bajnokságon. Így nincsen alibi küzdelem. Nincs az, hogy felmegyek egy meccsre, és akkor egy jó sorsolással ki tudok fogni valaki olyat, aki kevésbé jó, hanem mivel minden nemzet kettő legjobbja jön, ezért már az első küzdelemtől kezdve komoly megmérettetéssel kell szembenézni. Tehát az, hogy az elmúlt évben és az idén is dobogóra állhattál, az nyilván megerősítést jelent. Annál is inkább, mert hogy az októberben sorra kerülő Japánban a világbajnokság a sportág őshazájában, az mindennél többet jelent számodra. Hogy készülsz rá? A felkészülés az már elkezdődött a nyáron, gyakorlatilag egy kisebb erőfejlesztésben voltunk, ugyanis az mindig jól jön számomra, nehezen szedek fel sajnos plusz kilókat, így ezzel folyamatosan edzünk. Valamint pont a készülés apropójából én a holnapi napon indulok Bulgáriába edzőtáborba, így a nevezett Dimitrovhoz megyünk, ők tartanak küzdő
hát egy tábort Bulgáriában, ahova egyébként japán versenyzők is, és ugyanúgy japán mesterek tanítványai is el lesznek hozva. Így egy nemzetközi mezőnnyel készülünk erre a megmérettetésre, amire még másik alkalom is lesz a nyár folyamán is itthon, tehát több táborban részt fogok venni. Ez a Bulgária most az első ilyen nagyobb hely, ahol elkezdem magam megmérettetni, és készülök. A japán versenyzők egyébként, tehát nyilván nagyon fontos, hogy megismert, hogy milyen technikákat használnak, bár arra nem feltétlenül csak a személyes találkozása jó, de megmaradtak az ősi technikáknál, tehát van olyan, amit itthon Európában, vagy itthon Magyarországon egyáltalán nem alkalmaznak, miközben hatásos? Nincsen ilyen, most már ebben nagyon nemzetközi az egész mezőny, mindenki használ minden technikát. A japánoknak a küzdő stílusában inkább az van, hogy viszont ha ilyen értelemben nézem, akkor úgy maradtak meg az alapoknál, hogy a nagyon egyszerű technikákat alkalmazzák inkább. Ők jobban hisznek csak simán az egyenes ütésekben, felütésekben, ami egyáltalán nem egy extra technikának számít, vagy egy erőteljes szomrugásban, vagy térrugásban, és ezen kívül ők nagyon ilyen flikflakkos, vagy nagyon megmutatom, hogy hogy pörgök, forgok a tatamin technikákat, azokat nem használnak, hanem nekik nagyon nagy a nyers erejük, és nekik is a mentalitásuk szintén az, amit nehéz felvenni ellen a versenyt, és így a mentalitás plusz a nyers erő összeadva ezekkel a hihetetlenül jól alkalmazott alaptechnikákkal, ezzel képeznek egy olyan támadó egységet a másik ellen, aminek nagyon nehéz ellenállni. Ez hatalmas megmérettetés, ez a súlycsoportok nélküli világbajnokság, ráadásul Japánban. Milyen eredménnyel lennél elégedett? Az előző tapasztalatokból kiindulva európai versenyző még nem is nyerte meg ezt a világbajnokságot. Ugyanakkor én azt mondom, hogy a kijelölt cél az nekem továbbra is a dobogó teteje, ugyanis nem tudok versenyre úgy elmenni, hogy ne a legmagasabb célt állítsam magam elé. Azt meg, hogy elégedett lennék már eredménnyel, úgy mondanám, hogy meccset én mindenképpen nyerni szeretnék, tehát hogy az nekem alapvető, hogy kimegyek és legalább egy nyertes meccsel hazatérjek erről az utazásról. De az meg nem mindegy, hogy ki ellen és hogyan nyerem meg. Úgyhogy egy úgymond heroikus küzdelmet szeretnék vívni ezen a világbajnokságon, és hát nyerni, és minél tovább jutni. Ez a tökéletes mentalitás, nincs kétségem felőle. Még beszéljünk egy kicsit a testvéredről. Te vagy a példaképe? Hogy segíted őt? Én úgy gondolom, hogy vannak területek, ahol példaképként tud rám tekinteni, igen. Jó. Nos, hát én azt kívánom, hogy egyik oldalról, ugye a vizsgai időszak vége. Igen, most már végeztem is, úgyhogy lezárult a fél év. Ez tökéletesen sikerült, ahogy az európai bajnoki bronzérem is mondhatjuk, hogy remek eredmény. És hát én azt kívánom októberre, hogy úgy érkezz haza, és erről majd szeretnénk beszámolni, hogy magaddal vagy elégedett, hiszen nyilván az a legfontosabb, mert hogy azt tudjuk, hogy az elszántságod, az elkötelezettséged az tökéletes, ami ehhez a sportághoz alapvetés. Én köszönöm szépen, hogy megismerhettünk, és hát minden fehérvári sportrajongó nevében sok sikert kívánok a további pályafutásodhoz is. Nagyon szépen köszönöm én is, és mindent meg fogok tenni, hogy ez így is alakuljon. Köszönjük szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, Fekete Gergellyel beszélgettünk, aki a Karate Európa bajnokságon az elmúlt időszakban ismét egy bronzéremmel örvendeztette meg a fehérvári sportkedvelőket, most pedig októberben szurkolhatunk neki, hiszen Japánban, a sportág őshazájában vesz részt egy a világbajnokságon. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.